szakmai díjakat adott át Balogh Zoltán és Halász János március 14-én az Erkel Színházban. Számomra is egy egészen különleges alkalom, hogy olyan emberek, akiket a képernyőn, a színpadon, a zenekarként és egyéb más kiállításokon megcsodálhattam műveikben és saját maguk személyében, azoknak most államtitkár úrral együtt élathatom át a díjat, szemünkben nézhetek, és megköszönhetem az egész közösség nevében azt, amit tettek. Hiszen az állam, az állami díjakat adja, a kormány, a tárca, az emberi erőforrások minisztériuma, mi csak postások vagyunk. Olyan elismeréseket osztottak ki, mint a kiváló művész, az érdemes művész, a Jászai Mari díj és a József Attila díj. Kitüntetést kapott többek között Esztergályos Cecília és Volt Ági színművésznő, Lemhényi Réka vágó, Albert Zsuzsa költő és Erkel László kentaur, díszlet és jelmeztervező. A díjakról azokról a miniszter dönt alapvetően, de van egy olyan kuratórium, a szakterületnek, a művészeti ágnak az elismert képviselői, maguk is komoly díjaknak a tulajdonosai, akik javaslatot tesznek a miniszternek, és a miniszter az általában alapesetben elfogadja ezeket a javaslatokat. Én bízom benne, hogy az érték a legfontosabb, tehát akik értéket hoztak létre, és szerintem nagyon fontos, amit próbáltam a beszédemben is mondani, hogy ennek van valamifajta közösségépítő jellege, tehát hogy köze van úgy a magyar kultúrához, hogy azzal az egész ország, az egész nemzet emelkedik, illetve be tudja mutatni a legjobb oldalát. Nagyon-nagyon örülök neki, és nagyon örülök annak, hogy egy csomó olyan kollégám kapott most kitüntetést, akik már nagyon megérdemelték régen, de még nem kapták meg eddig. És most ez egy jó érzés nagyon. A közönséget imádom, a közönség visszajelez a közön, de nem a közönség adja a szerepeket. Tehát, hogy esetleg az a réteg, akik nem olyan szeretettel adták a dolgok, a szerepeket adnak nekem, mint a közönség. Tehát talán most már elindulok azon az úton, elismernek, és olyan helyen leszek, ahol meg ilyen szép, gyönyörű. Ki vagyok én? Kiváló.